A civil lakosságot békeidőben is fenyegetik katasztrófahelyzetek, illetve háborús helyzetben is rászorulhatnak olyan tevékenységekre, melyekkel jó előre tisztában lenni. Az ilyen eshetőségekre való felkészítésben és a mentésben, segítségnyújtásban veszik ki a részük az önkéntes, ám szakmai alapon szerveződő civil polgári védelmi szervezetek. Az Emplén térségi katasztrófa és polgári védelmi szövetség fennállásának 20. esztendejét a polgári védelem napjával egybekötve ünnepelte meg Sátoraljaújhelyen, az egykori vármegyeháza dísztermében. A rendezvény ünnepi köszöntőjében dr. Habil Endrődi István, nyugállományú tűzoltóezredes, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség országos elnöke fontosnak tartotta ismét elismerését kifejezni a városunkban zajló ifjúság felkészítő munka kapcsán. Én mindig irigykedve nézek ide az Empléni térségre, aki állandóan tönkreverte Magyarország összes iskoláját, és ugye háromszor meg is nyerték mind az általános, mind a középiskolai kategóriában a felmenő rendszerű katasztrófa védelmi verseny. Sajnos itt a Covid-járvány egy kicsit nekünk féket dobott, de tisztelettel szeretném jelenteni, hogy zöld utat kap a 2024-25-ös tanévre a felmenő rendszerű ifjúsági versenynek a megszervezése, újraindítása. A térség országgyűlési képviselője hálás a hivatásos szervek munkáját segítő önkénteseknek. Különösen is fontos pozíció az, amelyet a katasztrófavédelem, a rendőrség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, vagy a büntetés végrehajtás, vagy a Magyar Honvédség hivatásos tagjai foglalnak el. A békeidőben végzett feladataik ellátását segítik azok a önkéntesen szolgálatot teljesítő polgárok, akik úgymond készenlétben állnak arra, hogy az emberi élet és az anyagi javak védelmében szükség esetén részt vállaljanak. Szamosvölgyi Péter polgármester köszöntőjében elismeréssel szólt a feladatokat önkéntesen vállaló tagság és más egyenruhások működéséről. Külön kiemelve beszédéből a fiatalok felkészítését és a hagyományőrzést. A hagyományok és a múltunk tudása, ismerete nélkül nincs jelenünk és nem is lesz jövőnk. Látjuk ez az ország, ez a város 100 év alatt, vagy több száz év alatt milyen helyzetekben élt. Voltak nagyon fellendülő időszakai és veszélyes, háborúkkal teljes vereségei. Mindig szükség van arra, hogy legyenek azok, akik önfeláldozóan végzik a munkájukat. Kohánka István elnök úgy értékeli, a 20 év alatt sok nehézség és sok öröm is volt. Az utóbbiak közül ő is az ifjúság eredményeit tudja kiemelni. Mi az, ami legjobban az embert feldobta, amikor a gyerekeket láttuk mosolyogni? Mosolyogni, mert nyertek. És gyakorlatilag az ifjúság felkészítés számunkra egy sikerélmény. Úgy gondolom, hogy számukra is sikerélmény, hiszen sok gyereket tudtunk pályára irányítani. A mai nap igazából ez egy kettős ünnep számunkra, hiszen március 1-én a Nemzetközi Polgári Védelem világnapját ünnepeljük, és emellett a szövetségünk 20. évfordulóját is, ami március 5-ére esett, ugye 20 évvel ezelőtt alakult a szövetségünk. Nagyon jó érzés volt jelen lenni ezen az ünnepségen, hiszen az együttműködő szervekkel, szervezetekkel, intézményekkel ilyen keretek között is tudunk találkozni. A rendezvény keretében elismerő okleveleket adtak át olyanoknak, akik magánszemélyekként vagy intézmények képviselőiként az elmúlt időszakban kiemelten segítették a civil szervezet munkáját. A középfokú oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodásokat is megerősítették az ünnepség során, melyhez a kulturális műsort a Hangász 4-es zenekar, valamint a Pálcini Általános Iskola tanulói adták.